A sikerrel megvívott magyar kupamérkőzést követően az NB1-es bajnokságban is győzelemmel szerette volna kezdeni a 2023-as évet a címvédő Haladás VS-e. A szombathelyiek zsinórban 13 mérkőzés óta őrzik veretlenségüket, és a Nyírbátor elleni összecsapás is könnyed vasi sikert ígért. A vendégek már az első percektől kezdve megszállták saját térfelüket, átadva a kezdeményezés lehetőségét a hazaiaknak. A Haladás pedig becsülettel építette támadásait. Többször oldalhálóban kötött ki a labda, de nem sikerült bevenni a nyírségi kaput. A második félidő kezdetére már nagyobb lendülettel futott ki a zöld-fehér együttes. A magyar válogatottal tornagyőzelmet ünneplő Vas Ádám is pályára lépett. A szurkolóknak a 22. percig kellett várni az első vasi találatra. Ekkor Henrik Diniz futott el a jobb oldalon és adott középre, ahol Sipos Gergőt hozta kihagyhatatlan helyzetbe. Még fel sem eszmélt a nyírbátori védelem, már is kettő volt a különbség. A 24. percben Vas Ádám villant, ezúttal egy pontrúgást követően talált a kapuba. Úgy tűnt ekkor, hogy lefutott a meccs, de a nyírbátori játékosok nem így gondolták. Egy védelmi megingást büntettek azonnal Siska révén, majd a játékrész derekán a saját tér felén vesztett labdát a Haladás, az akció pedig vendéggóllal ért véget. Bár az utolsó percig rohamozott a Haladás, az újonc hősiesen állta a sarat, így 2-2-es döntetlennel ért véget a találkozó. A címvédő ezzel a remivel elvesztette lista vezető helyét, de hétfő este az Újpest otthonában javíthatnak Juan Recalvo tanítványai.